Lamager.com. Eredeti játékok olcsóbban. Sziasztok srácok, Peti vagyok, és ez újra egy Clash Royale videó lesz, amit nagyon-nagyon szerettek, és én is imádom a játékot, rá vagyok függve telefonon is, gépen is, úgyhogy elég keményen tanulgatom, illetve nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekel most engem ez a játék. Tulajdonképpen életemben ez az első mobilos játék, ami úgy tényleg érdekel engem. És hát milyen újdonságok vannak azóta, 4-es szintű vagyok, hát egy újdonság van talán az, hogy várakozik egy Silver Chest-em nyitásra. És a másik dolog az, hogy beléptem a Kokonosi Army klánba, és már itt írosgáltak a srácok, én is írtam be, hogy sziasztok, jelenleg én vagyok csak online valószínűleg. De mikor valaki online voltak, akkor beírtam, hogy sziasztok, és valaki felismert, utána meg valaki azt írta, hogy ez nem az igazi Owen, és utána még itt se hiszik el, hogy én vagyok, úgyhogy ennyi Péter. Na mindegy srácok, hát akkor térjünk rá a dolgokra, megmutatnám a jelenlegi deckemet. Jelenleg így nézek ki, mondtátok nekem nagyon sokan előző kommentben, hogy a pekkát azt használjam, és szoktam is használni, mert tényleg nagyokat üt. Viszont nyitottam most az előbb, még itt videó kezdés előtt, még egy ilyen Goblin Barrel nevezetű epikus kártyát. Ezt én most ki fogom próbálni ebben a videóban. Ezt mindenképpen ki akarom próbálni, mert nem tudom, hogy mit tud. Próbáltam itt nézegetni, hogy mennyi manáért kellenek a lapok. És arra gondoltam, hogy én ezt le fogom váltani, ezt a sok nyilzáport le fogom váltani inkább a Fireballra. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon sokat seb ez az a nyilzápor, úgyhogy most megpróbálom a Fireballt. Nagyon szépen köszönöm egyébként az eddigi tanácsokat és e-maileket is, mindent nagyon szépen köszönök, amit küldtetek nekem, írtatok nekem, hogy mivel tudnák jobban játszani. Tényleg nagyon sokan tök normálisan próbálnak segíteni, viszont vannak ezek a szemétláda emberek, akik noob vagy, seggfej vagy, nem tudsz játszani, mutasd meg tesó, hogy kell játszani, és majd utána beszélhetünk. Nagyon imádom azt, amikor egy olyan emberbe köttök bele, aki tulajdonképpen alig kezdett el valamivel játszani, és azt hiszitek, hogy ő már pró. Mutasd meg, hogy kell, érted? Mutasd meg nekem. Na, hát akkor találjunk egy opponentet, és jöjjön az, hogy ilyen hamar talál. Úristen, az a név! Holy shit! Hát akkor mivel kezdjek? Kezdek egy goblingokkal. Jó, azt én is leteszem, Én is leteszem. Huha, bajba vagyok. Próbáljuk ki akkor a Fireballt. Meg azt nem kellett volna, mert előtte volna. Jó van, semmi baj. Küldjük a pekát. Erre az oldalra. Na hát a két Giant elment. Jó van. Oké. Kapta egy keveset. Nézzük, hogy ez a barrel akkor ez mi. Ezt ide is tudom? Hogy azt oda is tudom! Aha, ja, hogy ez ennyi! Aha, hogy át tudom dobni a térfélre! Nagyon szép! Ó, ez tetszik ez a kártyalap! Jó, akkor most teszünk ide egy Valkyrit. Miért nem harcol? Mi történik? Aha, most küldött le egy epikus kártyát. Goblin, tehát... Oké. Próbáljuk meg megállítani. Húha, még visszahozhatja. Szükségem van valamire. Hogy a Skeleton Army, csak ezt most nem értem, srácok. Lehet, hogy én vagyok a buta, de hogy az epikus kártyáim csak 3 manába kerülnek. Ezt most nem nagyon értem. Jó, azokat egy lövésre le tudja intézni. Hogy csak 3... Wow. Hát az elég durva volt. Jó, van, hát akkor várunk egy kicsit a feltöltődésre. Az epikus kártyáim hogy? Jó van, jöhet a Giant. Azért innen elveszteni milyen szégyen lenne, de én képes vagyok rá, tehát nyugi. Mondjuk ha 60 másodperc alá megyünk, akkor megfogom, tehát... Próbálom minél többet feltartani. Hopp most! Oké, semmi baj. Ne, meg fog halni! Ne! Gyerünk srácok! Gyerünk! Lehet, hogy foglalkozni kéne a szén cuccommal. Oké. Húha! Oh shit! Meg fogok halni!
Nem akarok meghalni! Jézus Mária! De! 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 Oh! Ho! Majdnem elvesztettem! Majdnem elrontottam! Egy ilyen tök szép és nyugodtan! De majdnem elvesztettem! Csak rohadt szerencsém volt, hogy lejátszottam! Egyiket kurvára elvesztettem volna ezt a mérkőzést! Jó van, Péter! Megint tanultál valamit, viszont szép volt! Ahhoz képest ez nagyon gáz volt ez a küzdelem. Az elején nagyon... Egyre jobban kezdem megtanulni a játékot, hogy amikor úgy látod, hogy nyerésre állsz, még simán veszthetsz. Úgyhogy így megint elrontottam azt a dolgot, hogy megint ugye a főkastélyra próbáltam koncentrálni. Na ezt nem szabad, nem szabad. Mindig meg kell tartani, és nem szabad dobálni kifele a kártyákat, még akkor is, hogyha gyorsabban. Azt viszont nem tudom, hogy miért volt csak három... Miért kerülnek csak három manába az epikus kártyáim? Vagy eddig is hármak voltak? Jó, lehet hülyeséget beszélek. Én azt hittem, hogy ha jól emlékeztem, öt. Vagy az lehet, hogy telefonon van? Mert telefonon is játszok. Bocsánat, más néven. Úgyhogy lehet, hogy azért. Na, akkor ne keresünk még egy opponentet. Rottweiler-re megyek a Fire Dragon Clan-ból. Jó van, kezdjük egy Giant-el, ide letesszük hátra. Jól van, semmi baj. Ez a Goblin Barrel egyébként nem rossz. Nem tudom, mennyire ajánljátok egyébként ezt a kártyát. Mondjuk ennyi volt, tehát ez így el is lett intézve. Küldöm a Pekkát, ide pedig majd lehozom a Skeleton Army-t. Jó van, hát ez legalább azt verjük szét, azt jól van, az megvan, nagyon jó. Várjunk egy kicsit. Lehet, hogy ezeket a goblinokat le kéne cserélni egy másik lapra, én arra döntöttem, mert nem tudom, hogy mennyire hatásos. Kezdjünk el egy Giant-et is vinni. Hát a jobb oldali tornyom az... na ne! Jó, hát akkor ezt ide beküldjük. Megnézzük, hogy a Fireball mennyit sebez. Jó van, sebzett, elég jól sebzett, csak az a baj, hogy nem lesz elég. Jézusom, mennyien mennek a Giant-re? Úgy, ez elég rossz kombináció, nem baj, a Valkyrie az eléggé ezzel a fordulásos támadásával. Megpróbálom hárítani. Közben kellene küldeni a másik oldalra is valamit. Csak az a baj, hogy nincs mit küldeni. Küldök egy Pekkát ide. Elvél kettes, kár, hogy nem hármas. Oké. Megint goblinok. Nem tudom miért, ennyi volt a goblin! Ezt annyira elrontottam, mint az állat. Nem baj? Jó van, semmi baj, de ezt remélem, hogy 200-at sebez. Mi a franc? Nem sebzett 200-at! Ne már! Jó, akkor goblinok. Közben itt szétlövik a... Jó van, oké. Jó van. Viszont az a baj, hogy nekem a bal oldal az most... ugye közelebb tudnak jönni hozzám. Valószínűleg ezt el fogom veszteni, de nem baj. Jól van. Küldjük ide az embereket. Ne, a másik oldal! A másik oldal, nem jó! Annyira utálom azt a lovas kártyát, annyira utálom, és az nekem nincs meg! Pedig nagyon szeretném, ha meg lenne. Hát jó, hát ezt elveszítem, ez egyértelmű, elveszítem. Ezt látszik. Kedves Rottweiler Erver! De nem baj. Hát sajnos az idő is lejár. Akkor legalább ne csutkára verjen már el. Hát, ez sajnos nem jött össze. Valamit kellene a deckemen változtatni. Valami nem jó. Szerintem fogok most változtatni a deckemen, vesztettem 8 kupát. Hát az annyira nem gáz. Minden esetre hát ilyen is kell. Nem lehet pedig csak győzni. Nem is az a lényeg, hanem most a deckemet kellene valahogy egy kicsit átpakolni. Ez valahogy nem jó. Talán ez a Goblin Bar, ezt nem érzem. Nem. Talán ezt is vissza kellene váltani. Hát megpróbáljuk akkor visszatenni ezt a... mi az, ami hiányzik? Valami hiányzik. Ez kellene... Hát jó, megpróbáljuk így. Hát nem tudom, hogy még mit kellene.
Jó, mindegy, megpróbáljuk most így, mi a helyzet a klánba. Azért én beírom azt, hogy senki sincs fent. Ennyi. Ezt majd láthatjátok a videóba. Mindegy, hát akkor keresünk még egy oponentet, még van két chest slotom, amit szeretnék megtölteni. Úgyhogy meglátjuk, hogy ó, még megint egy ilyen nagyon kellemes nevezetű egyén. Jól van. Aha, ó, persze ez a kombináció! Igen, ez a kombináció, ugye? Ez nagyon jó, BOOM! Jól van, semmi baj. Ez a Skeleton Army és az a izé, az nagyon jó kombináció, ezt komolyan mondom. Elképesztően király kombináció. Ezt komolyan mondom, hogy ha meg lenne a kártya, én is használnám. Jó, elálljuk az utat. Ne tudjanak átjönni. Viszont azzal nem nagyon tudsz mit kezdeni, úgy látom, kijátszottad a lapot. Jó, oké, rendben, királyság. Akkor itt indítunk egy pekát. Indítsunk egy pekát ezen az oldalt. Uha. Uha, azt meg kéne állítani azt a pekát. Meg kell állítani a pekát! Jó, 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 jó. Oh, nem tudom a Skeleton Armyt semmivel! Ez már hülyeség volt. Ezt nem kellett volna. Na, nagyon kéne most ez a Skeleton Army. Jó van. Nem lenne rossz, de innen is ki fogok kapni. Ó, nem tudod beleütni, de mondja, hogy lelövi valamivel, ha van olyan kártyája, például így. Jó, semmi gond, semmi gond. Küldjük a Giantet. Ne! Jó van, a Pekkát el tudtam onnan így üldözni. És akkor szépen be is fogom zárni ezután. Ó! Feltartottam őket, de teljesen felesleges volt, Péter! Hát ez nagyon jó. Azért innen elveszteni? Hát simán elvesztettem innen. Jó, hát a Pekka szét fogja verni. Ezt elrontottam megint. Rohadt életbe. Jó van, semmi gond. Most kaptam bőven, de nem baj. Küldözgessük lefele a cuccokat nagyon gyorsan. Ide. Ide, úgy. Úgy. Hát ezek nem fogják feltartani, már megint olyan erős. Utálom azt a lovas kártyát. Ó, leküldött két epic kártyát is. Hát ez, jó, hát ez megint bukta. Hát ezt nem bírom. Ó, jól van, nagyon szép volt, kedves. Blá, 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 blá. Jó, hát nem jó a deckem. Ez biztos, hogy nem jó a deckem, mert ha jó lenne, akkor működne. De az a baj, nekem nincs meg az a lovas kártya. Az nagyon jó kártya, telefonom megvan, imádom, talán még jobb is, mint a Skeleton Army. És ezt nem tudom, mivel. Következő mérkőzés. Küldjük azt a Pekkát is, szerintem. Jó, az a Giant jó, amikor már nem tud mivel a Giant ellen mit kezdeni. Jó, megfogjuk a Skeleton Army-t. Jól van, hát most még ott szépen meg fogjuk most csapkodni még. Nagyon jó. Te is küldhetnék egy bot, oké. Lehet nem ide kellett volna. Mi lehozza a Giant? Jó, a Giant lehozta. Hát ez a jó, amikor nem tud mit kezdeni már a Giant ellen, mert ugye minden, mert az elején úgy indított, hogy az összes manáját elhasználta egyszerre. És utána nem tudott mit kezdeni a Giant-en, mert így tulajdonképpen végigment egy pekával. Úgyhogy egy szívecs, ez lett a jutalmam. Jól van, oké. A Crown Chest-t talán, hogyha nyern... Ó! 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 Wow, Arena 2! Bejöttem az Arena 2-be! Hogy ez nekem most jó, vagy nem, az döntsétek el, ti! Hát gondolom jó, mert ó, ilyen kártyák lehetnek itt. Ezeket a kártyákat tudom megszerezni. Ez epic. Ez elég jó. Giant Skeleton. Azt a... De jó lenne ezeket megtalálni. De vissza is tudok esni. Gondolom én, hogy amit így elértem, azért gondolom vissza is tudok esni. Tehát, hogyha most 400 alá megy a kupám, akkor gondolom visszaesek. Úgymond egy divíziót, ha mondhatom így, mint a LOL-ba. Érdekes, na mi ez? Road to Glory, Reach Arena 2, hát elértem. Oké, akkor ezt begyűjtjük.
Joinoltam klánhoz. Igen, itt lehet kapni ilyen zöld rubinokat, meg goldokat. Hát a goldom az nincsen, nagyon jó. Miért nem kapok goldot? Miért csak 30 goldom van? Ilyen kevés goldokat szerzek. Hát úgy tűnik, igen, hát megint nincs ment senki. Úgy hiszik el, hogy én vagyok, tehát teljesen mindegy. Viszont van még egy chest slotom. Úgyhogy én szerintem... Úgy látszik, hogy ide már nem tudok visszamenni, ugye? De ez mi egyébként, ez a spell? Ez már szerintem már, ezt már használtál kellene, na mindegy. Hát akkor menjünk ezen a pályán is egyet ebbe a videóba. És még van még egy chest slot helyem, úgyhogy azt még szeretném megtölteni. Viszont itt már tuti lesznek olyan kártyák, hogy amit én nem ismerek, tehát így... Na mindegy. Oké. Neki már tuti vannak olyan kártyai, amit itt lehet találni, tehát végül is mindegy, jól van, akkor egy szkeleton... Ne! Hú, jó van már, jó van, nem odadobta ezt most. Egyébként ez a kis dragon is rohadt jó, de miért nem ütik? Tehát ezt most nem nagyon értem. Hogy a kis dragon miért nem lövi senki? Hát azért tettem le a szkeleton, amit, hogy azt... Na mindegy. Valahogy nem jött össze. 437, ő nem fog leesni, viszont ha ki is kapok, akkor legalább meg tudom nézni azt, hogy leesek-e vagy nem. Tehát így kíváncsian várom, hogy mi lesz. Jó, hát azt már talán szétlövi. Jó, szétlövi, nagyon jó. Hát ez valahogy nem jött be. Oké, rendben. Jó van, hát eddig jól megkaptam egy kicsit a baloldali tornyát, de ez még nem jelent semmit. El kellene érni 8-at, meg kéne válni azt a 8 manát, és akkor letenném a giantet. Megnézzük, hogy ezt a kombinációval. Jó, azt szétverjük. Mondjuk erre számíthattam volna, hogy van egy ilyen kártyája, na mindegy. És most muskétást tudok küldök, hogy távolról egy picit próbál. Hát az a baj, hogy mindegy, leteszek még egy archert is azért. Jó van, kapta, de... Na mindegy. Nem nagyon kéne a manákat fogyasztani, az az igazság. Most is nagyon fogyasztom a manákat, és ebből baj lesz, és megint ott van az a rohadék kártya. Utálom ezt is. Persze nekem ez sincs meg, ha nehogy már meglegyen. Érted? Jó, akkor szerintem kezdünk egy ilyennel. Oké, rendben. Próbáljuk meg megállítani. Kétszeres elixírünk van, oda közbe küldünk egy giantet. Azzal kell, hogy foglalkozzon, vagy szét fogja verni. Nekem ezt meg kéne védeni, de nem fogom tudni megvédeni. Hát nem. Le tudtam megvédeni. Nem peka, de egy valkiri. Jó. Oda egy skeleton armét, hát ha tudnak valamit alkotni. Jó, 30 másodperc. Talán én fogok nyerni. Jól van, kapja, nagyon király. Ezt meg kéne nyerni még. Még az se baj, hogyha vesztek, mert most tényleg nem érdekel. Pakoljuk oda neki. Jó. Jó van, nem baj, mehet nyugodtan. Jó, szerintem ez meg lesz. Hát én vagyok előnybe. Vagy mi? Itt nincs vége? De, most van vége. Igen, mert el kellett dönteni, mert mind a kettőnknek egy tornya volt le rombolva, és nyertem, srácok. Tehát nagyon jó, 32. Na, király, az összes chest slotom megtelt. Crown chesthez egy... Hát egy győzelem kéne, és azt nem tudtam. Na mindegy, srácok, hát megteltek a ládáim. Így most hiába csinálok. Vagyis hát, ha jól tudom, akkor ezt alapból ki tudom nyitni. Úgyhogy kellene még egy meccset menni szerintem. Meg kellene még egy meccset nyerni. Már csak a Crown Chest miatt mondom. Jó, hát akkor... ja nem tudom akkor. Én azt hittem, hogy a Crown Chestet ott is ki lehet nyitni. Vagy lehet, hogy ki lehet volna. Azt írja, hogy full. Na jó van, akkor egyelőre szerintem ez ennyi volt, megtöltöttem a chest slotjaimat, meg kell várnom, amíg ki tudom őket nyitni, és utána jöhet a következő videó. Hát én a kettőbe feljutottam, örülök neki, de nyilván ez nektek már nem olyan nagy siker, én viszont nagyon örülök neki, azért
látjátok, azért kikapok, de azért nyerek is, úgyhogy ha tudtok még nekem nagyon jó stratégiákat adni, illetve az, hogy mire figyeljek majd legközelebb, azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm neked, de tényleg nagyon szépen kérlek, hogy kultúráltan érd meg nekem, hogyha tényleg segíteni akarsz, és ne ilyen szemét módon, ahogy itt pár ember teszi, mert annak úgyis ban lesz a vége, illetve el se olvasom a levelét, hanem kitörlöm meg, le is tiltom. De aki tényleg normálisan ír nekem, azt mindig el szoktam olvasni, még akkor, még abban az esetben is, ha esetleg nem válaszolok, akkor is elolvasom. Köszönöm szépen mindenkinek a leveleket, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett, és várjátok a többit, mert nekem nagyon tetszik ez a játék. Egyébként még mielőtt mondom telefonon, az a nevem, mindjárt mondom, ha esetleg telefonon beszeretnétek jelölni. Ha esetleg telefonon szeretnétek bejelölni, illetve játszani velem, ott az a nevem, hogy Becky. Becky Smash, Lemmy Smash, biztos várjátok ezt a videót. Ott Becky a nevem, és ott is egy kokonosi army nevezetű klánba vagyok. Jól láttam, két kokonosi army klán van, és az egyik az már a múltkor is fullon volt, de a másikba be tudtam lépni. Úgyhogy a Becky a másik klánba van benne, ez a kamélkeszek is egy kokonosi army, tehát mind a kettő egy kokonosi army, de nem ugyanabba. Köszönöm szépen még egyszer, és minden jót kívánok nektek, jó játékot, és várom az ötleteket, tippeket, és bármit. Köszönöm szépen, sziasztok!